Ez a szokatlan látvány fogadta a nyíregyházi bújtosító látogatóit kedden délelőtt. A vízben lubickoló férfi a nyíregyházi tűzoltóság helyettes parancsnoka, aki nem sokkal ezelőtt speciális öltözetben közelítette maga befagyott tavat, melyet előbb szándékosan meglékelt, majd beleugrott. Az Ibrányi és Újfehértói önkormányzati tűzoltók, a Nyíregyházi speciális mentők és a Nyíregyházi speciális tűzoltók a helyszínen azonnal megkezdték a mentést. A tűzoltóságnak mindig két perc a reagálás idő, tíz, tehát két perc alatt meg kell kezdeni a monulást. Az nagyon belefér itt nyilván a bújtasító vagy a sóstajító nyíregyháza és térségébe, hogy tíz percen belül ki fogunk érkezni a helyszínre. Ilyenkor a... A jelzés a legfontosabb, amit látunk, és ezt rögtön a segélyhívó számon jelezni a 112-t. A mentés megkezdése saját erőből, civileknek tapasztalattal nem rendelkezőknek, akkor lehet, akkor, akkor, lehet életszerű, hogyha van rá lehetőség, hogy közel van a parttól, parthoz és rövid időn belül tudunk segítséget nyújtani, de azt javaslom, hogyha nem rendelkezünk, nem rendelkezünk, speciális végzettséggel, vagy speciális eszközzel, kötélbiztosítás, mentőbord, ahogy fogjuk látni, amellyel erőjük, akkor nem javaslom megkezdeni a mentést. A megyei tűzoltó parancsnok elmondta, 33 település tartozik a parancsnokság alá, és a működési terület van, valamennyi tűzoltó egyesületével és önkormányzati tűzoltójával együtt működnek. A maihoz hasonló gyakorlatokat több mint húsz éve szerveznek speciális búvárképzettségű szakemberekkel. Rendelkezünk egy kiképzési tervvel, ami minden időjárási körülményeknek megfelelően felkészíti a tűzoltóinkat a jelenségre, amire találkozunk, és az új felszerelők is tapasztalatot szereznek a mai nap folyamán, hogyan kell beavatkozni egy ilyen esetben. Az régebbi tűzoltók átadják a tudásukat, és az elmúlt időszakban a kelet magyarországi speciális mentőkkel közösen kifejlesztett technikákat tudjuk használni, amelyek talán két-három percen belül kiérkezéstől tudjuk a mentendő szemét kimenteni. A szakemberek hangsúlyozzák, baleset esetén a szemtanúnak mielőbb értesítenie kell a tűzoltóságot a 112-es hívószámon. Az elmúlt időszakban nem volt jégről mentéses riasztás, de az elmúlt tíz évben volt rá precedens. Az esetleges tragédiák elkerülhetőek, ha komolyan vesszük a befagyott tavaknál elhelyezett figyelmeztető táblákat, melyek kihelyezéséért a tó üzemeltetője a felelős.